Lesz rólam. Ja. Na jó. Azt mondja, megint fölbaszta az agyamat. Kora reggel fölbaszta az agyamat. Már nincs annyi a kora reggel. Az a helyzet, hogy ugye... Nem, már 7 óra is elmúlt legalább. 7 óra is elmúlt. Tehát tetőre menni már kezd késő lenni. Ugye már gondolkodtunk rajta, hogy végre neki kéne állni egy tetőnek, csak ugye eléggé elcsúsztunk már, mert hát már június 6-a, hányadika van? 5, mit tudom én. Szóval nyáron kibebaszott meleg van. Ilyenkor tetőre menni már nem annyira szórakozható. Én tavasszal szerettem volna elkezdeni. Jó, akkor meg nem értünk rá egy csomószor, az tény, legalábbis én. Szóval... Csomót dolgoztam hétvégén, bár ugye a tanárok nem dolgoznak, de igen. Nem baj. Azt én mondom, megyek ki kávét csinálni, én mit mond az asszony, ismételt meg a mondatot. Nem is emlékszem. Aha. Hogy miért nem csináljuk inkább az ilyen dolgokat tavasszal, meg ősszel? Miért? Amikor már nincs olyan meleg, és akkor nyáron meg lehetne pihenni. Ja. Na most annak fényében, hogy tavasszal, ki mondja mindig azt, hogy ó, miért sürgetem én annyira, nem kell annyira siettetni, hagyjuk. De eddig... te mindennel hajcsárkodsz örökké. Eddig minden évben így voltak az építkezések, egyébként hozzá kell tegyem. Akár fészert építettünk, igen, akár új szobát építettünk a házhoz, akár fatárolót, akár teraszt csináltunk. Bármelyiket csináltuk, mindig az ment, hogy ő nem akarta elkezdeni. Jó, de ezek most nagyon szarmelók, szóval ezeknek lássuk be, te se akarsz soha nekiállni. Hát meg már megöregettem, most már én se akarok annyira, csak az a probléma, hogy ő az abszolút szabotőr. Én nekem most csökkent a lelkesedésem, és emiatt tényleg csúszik a történet. Mert eddig az zajlott mindig, hogy én már elkezdtem... Csúszik, de mi csúszik? Ez a... Te fejedben vannak ilyen határidők, és akkor... ami már a 3 évvel ezelőtt kész kellett volna lenni, az a határidő, és akkor kész, így ilyen. Eddig, erről szól az élet akkor, hogy... Én azóta, én már elkezdtem ütni a dolgot, mit tudom én, februárban, márciusban, kiállni, alapozni, vagy valami, hát meg lehet nézni, mikor készült a hát de most nem ház videó. Ő meg mindig azt mondta, hogy ne, majd ráérünk, ne, és akkor ebből lett valami na, emberi hát tavaszi építkezés. Jó, kiegyensúlyozzuk egymást. De hogy ezek után most... Volt kép az előbb azt mondani, hogy miért nem te asszal, hogy ősszel csináljuk ezeket. Elmondom az elméletemet. Én nem hagyom, hogy te túlpörgesd magad és túlhajtsd magad, te pedig egy kicsit munkára serkentesz. Hát most mi van ebbe? Én ráérem. Én ilyen... Melyik az a mese vagy az a történet? A... Az a ejre érünk arra, ja, melyik igen, az. Igen. Ez Petőfi, igen. Igen. Petőfi. Ja. Igen. Igen. Ja, jó. Szóval... Na ja. Úgyhogy most még nem kezdődött tető, már 30 fokban én nem akarok fölmenni a tetőre. Én például most teljesen rákészültem lelkileg, hogy ma megyünk tetőt csinálni. Most te húztál vissza. Hát elaludtunk. Ja, úgy aludtunk el, hogy este megkérdeztem, hogy állítottál ébresztőt, és közölte, hogy majd kellünk, amikor fölkelünk. Hát igen, akkor... mert úgyis mindig eddig fölkeltünk hajnalba, bakker. Hát mikor? Hát azért 6 előtt nagyon nem kelünk fel. Szóval, hogy azért lássuk, hogy nagyon te nem akartál ma fölkelni. Jobb lett volna tavasszal csinálni ezt a tetőt. De akkor miért nem elég ősszel? Most mondom, hogy majd szeptemberben, indián nyár már. 10 fok lesz csak reggel, majd akkor megcsináljuk. Amikor 15, meg 20 van éjszaka is. Ja, meg 20 valamennyi. Ja. Napközben meg 34. Na mindegy, majd meglátjuk. Ugye akkor ki lehetne pakolni a fészert is, tehát... Az meg ott, ami elképzelt, az a macska még mindig áll oda jár szarni, ki tudja, mi lesz ott hátul a szekrény mögött. Na most kitaláltam a fészernél, hogy lehet, hogy nem azt fogjuk csinálni, hogy fölemeljük, és kicseréljük hátul az oszlopokat, mert az végül is valahol fölösleges kockázat, hiszen oszlop így is úgy is kell, tehát faanyagban nem spórolunk igazándiból semmit. Úgyhogy lehet, hogy ilyen régi 8. kereti megoldást csinálunk inkább, hogy aláducoljuk, tehát... meghagyjuk a régi rossz oszlopokat, de belülről elfér belül 4 oszlop. Belülről 4 oszlopot berakunk keresztgerendával, és de alá lesz amúgy dúcolva. Miért nem elég csak azt a hátsó keresztgerendát alá dúcolni? Ami szerinted gáz már? Hát 2 oszlop is gáz már, el van rohadva az oszlop alja, azt is ki kell szedni. Hogy ki kéne. Tehát azért mondom, hogy ott vagy kiszedjük a 2 oszlopot,
meg a biót, és ilyen szempontból, építési szempontból, is, én azt hittem, csak a keret. Nem, oda van az oszlop, és így lehet kaparni a fát, és jön szét. Pár évet az még jel van. Nem, azt azért idén meg... Na, tessék, kezdj már megint, tessék, pár évet az el van. Persze. Hátra mozdítom, összefogjuk, nem tudom, ilyen csirkehálóval, aztán nem tud az nagyon nem. szétmenni. Szóval, hogy arra gondoltam, hogy akkor inkább, csak azt ki kell pakolni, viszont az épületet, az a probléma, hogy ki kell pakolni, nem férünk oda. Figyelj, egyszer írtam valami kommentelő, hogy te mestere vagy az ilyen dolgoknak a túlbonyolításának is. De nem fél el, nem tud berakni az oszlopot, ott van útban minden, nem ott kell, mondom, el van az ott még pár évet, még csirkeháló van ilyenek. Nincsen el. Miért nincsen? Mert nincsen el, baszki, mert lehet, hogy elvon, de lehet, hogy összedől a picsába, és akkor gáz van. Ott az elektromos rendszer, minden, az ne dőljön össze, előzzük már meg. Sokkal nehezebb valamit fölépíteni, mint alátákolni. Pár gerendával alábucolni, ezt viszont lát elsőre. Azt akkor elrohadhat a régi gerenda odakint, a benti megtartja, majd átveszi a súlyát. Ennyi. Na, szóval ezeknek kérdőnek jelent, az is ki tudja, mik vannak ott hátul, mert a macska is odajárna szarni, hiába locsolt be ecetet, hogy ne odajárjon be. Iszonyú egy ajtó van a fészerre inkább. Meg ki tudja még mit fogunk ott találni, ilyen döglött állatot az idők folyamán. Meg hát rengeteg cucc van ott, meg iszonyú nehéz szekrény, meg minden. Tehát ahhoz pláne nincs kedvem. Nem bírom ezt ide. Mondom, pihenjünk, kiránduljunk. Ide én nem bírom rászedni magamat. És egyszerűen az a gáz, hogyha elindulnánk bármit is csinálni, akkor pedig ez, mint a mesékben, amikor így megy a felhő az ember feje fölött. Neked ott van három felhő, hogy miket kell csinálni, és azok így nem hagynak nyugodni. Engem. Nem. Nem így? Hát igen, mert ugye a harmadik az a lakókocsi fölé a tető, de ahhoz meg a fészerből ki kéne pakolni, ugyanis a szekrény mögött van az a nagy, ilyen kurva nehéz vaspolcrendszer, amögött vannak ilyen régi OSB táblák, amik arra pont jók lennének, hogy a betonnak a zsaluját megcsináljam, ami a lakókocsi. Ja, értem, szóval akkor előbb csak a izét tudjuk megcsinálni mindenképp a fészert. Hát ha nem akarunk fölöslegesen költeni zsalóanyagra, hát miért kéne? Akkor igen, a fészert kéne előbb megcsinálni. Tehát legelőször a tetőt, én jó, szívem szerint az lett volna a legjobb, ha azon túlesünk, de 30 fokban nincs kedvem. 30 fokban nincs kedvem fölmászni. Ja. Na mindegy, szóval idén valahogy nem indulnak el ezek a munkálatok. Yes, 6 a nevelésem. Hát, ha rajta múlna, akkor itt soha semmi nem történt. Ez nem igaz. Lebasztunk volna egy sátort a birtok közepére, azt nem mai igaz. Napig ott lennénk petróleum lámpával. Csak én inkább alszom tovább, és nem zavar, hogy 30 fokba kell dolgozni, mint hogy fölkeljek már hajnalba. Jó, figyelj. Meg hogy legyen kész. Akkor fölmegyünk 30 fokba a tetőre. Jó. A lemez lesz 50 fokos. Jó, hát engem nem zavar. Engem igen. Na, hát akkor meg... Na jó, majd mindjárt meglátjuk, mi lesz, de valószínűleg semmi. Menjünk-e bringázni. Építkezés helyett bringázzunk, és mikor lesz kész az építkezés. Tudom, majd tavasszal. Amikor tavasszal megmondom, hogy csináljuk, majd ráér nyáron. Ősszel. Vagy augusztusban, hát most. Össze már kezdődik az iskola is neked. És hétvégén még össze ráérek. Most tavasz a leggázabb. Már nincs tavasz, már nyáron. Jó, de most meg már neked van meleg. Hát az biztos. Az egyetlen közös metszet az az ősz. Még a cseresznyét is le kéne szedni. Na, hát akkor azt csinál. Bringázunk, meg cseresznyézünk, jó? Na, hát szóval most csak így bejelentkeztünk arról, hogy semmit teszünk. Nagy fájdalmamra semmit teszünk, igen. Tehát amikor az a probléma, amikor belül még benned van a tetvágy, hogy csinálj valamit, de már olyan öreg vagy, jaj, hogy már nincs kedved dolgozni, miközben mégis. Nem is vagy öreg. Na jó. Csak megfertőztelek, ráérünk arra még el. Ráérünk arra igen. Még. Patópár. Igen. Patóasszony. Na jó pihenés. Sziasztok, majd valami lesz.